Szép jó estét kívánok mindenkire, szevasztok srácok! Így este fele jelentkezek egy Forma 1-jel, mégpedig éjszakai futammal, nagy díjjal. Ugye a 16. forduló következik az első szezonból, a szingapúri nagy díj. Meglátjuk, hogy hogyan alakulnak a dolgok. Már is váltok nektek kamerát. Azt mondja, hogy... menjünk végig, hogy most mi is történt az elmúlt időszakban. Ugye annyi történt, hogy egy kicsit fejlesztettük a gyárakat, mégpedig a szimulátor szekciót, azon belül is a sima szimulátor részeget, ami a másodpilótának a gyorsulási statisztikáját picit fogja növelni, és az analízis részleget, az pedig a tapasztalati pontszerzést fogja a második pilótának növelni. Úgy volt vele, hogy próbáljuk minél jobban fejleszteni ezeket a dolgokat, mert kell nekünk, tehát azért kellenek a csapat dolgok is, a csapat pontszerzés, ami is igazából ugye sajnos nincs meg, mert Schwarzman van valahogy még tapasztalatlan ilyen téren. És a másik dolog, amit kettőt fejlesztettük, az a motor részlegen van, fabrikáció, hogy majd egyszerre két alkatrészt is tudunk fejleszteni, plusz az építési idő fog lejjebb csökkenni 20%-kal, ezt választottuk ki. Lehetne akár egy quality control-t is benyomni majd, és akkor az is meg lesz ilyen téren. Fejlesztésben bőven van berakva fejlesztésünk. Van egy hátsó hátsó leszorító aerodinamika, leszorító erő aerodinamika, diffúzor, és van egy elől az első szárnyhoz, ott pedig a front wing adjuster bracket, ez valami az első szárnynak a állítgatásához valami tudsz, amit fejlődni fog. Van egy motorfejlesztés, a fuel efficiency, ez maga az üzemanyagi érzékenység. Az a motorhoz van egy kaszni, ez a gumikopás. Maga az a gumimelegítő paplan fejlesztése, és van a megbízhatóságnál az elektromos rendszer, a kontrollelektronikai rendszert fejlesztjük. Ezek úgy nagyjából egyszerre jönnek meg, de lehet például a aerodinamikától kezdve, a második aerodinamikától kezdve, az majd csak megint majd Japán után fog jönni. Hát jelenleg így állunk, negyedik legjobb csapatnak vagyunk beállítva. Próbálunk följebb jutni minél jobban. Ugye a motor az itt be van állítva. Jelenleg két, mi a felénk van, szponzorunk. Ugye ez nem látszódik, mert ugye módosított, azt innen megyünk. És már a 15. acclaim-ot elérjük, akkor tudunk még egy szponzort kérni, és akkor lesz ugye még több lóvé. Hát kontraktban ugye azt nézzük, Schwarzman 72-es értékelése van. Hát az experience az nagyon-nagyon nem jó. Az ugye most majd próbáljuk felvinni. A race meg az awareness az ugye az is lett így fejleszgetve. És majd a pace-t is ugye próbáljuk felvinni. Hát a fókusz az ilyen 68-as. 2 millió értéke van a marketjének, tehát a piaci értékének. Annyit kell tudni, hogy fixen jövőre is vele, tehát ez már be van jelentve, azt nézzük, a
következő szezonban is vele fogunk elindulni végig. Az nagyon-nagyon katasztrofális. Tehát ha folyamatosan csak utolsó hely lenne, akkor mondanám azt, hogy nyáron megszabadulunk tőle. De jövőre már nagyon-nagyon nagy hangsúly lesz ő rajta, hogy igenis akár a pontszerző helyekért menjen. Nem azt mondom, hogy dobogós helyek, de azért top 10-be minimum elvárom, hogy bejusson, és akár azon belül minél jobb helyeket elérjen, mert jövőre mindenféleképpen meg szeretném célozni a bajnokságoknak a dobogófokait, minimum a dobogófokokat, mind egyéniben, és mind konstruktőrileg. Oké. És jelenleg akkor így áll az első szezon bajnoksága. Max Verstappen 262 pontos, Valtteri Bottas 222-vel a második, Sergio Perez a harmadik 213-mal, Lewis Hamilton csak a negyedik 212 ponttal. Hát Isten igazából bele kell a fiúknak húzniuk, mert Verstappen azért ugye Bottashoz képest már 40 ponttal vezet. Nagyon-nagyon elő van. Tehát most már azért a Mercedesnek jobban bele kell húznia, akár Hamilton, akár Bottas részéről, hogy megfogják a Red Bullosokat. Ez igaz lesz majd a konstruktőrire is, és én vagyok az ötödik helyen 135 ponttal, megelőzöm a hatodik helyen lévő Lando Norris-t, hetedik a Leclerc, nyolcadik Ricardo, kilencedik Sainz, és tizedik Gasly, hogy a Schwarzmannak nincs sajnos pontja, és akkor konstruktőrben látható, hogy a Red Bull 475 ponttal vezeti a tabellát, Mercedes a második 434-jel, és egy nagy szakadék 201 ponttal a McLaren a harmadik helyen van. Utána jön a Ferrari 154 ponttal a negyedik helyen, 135 ponttal vagyunk ott mi a Pannonia Mo Racing-el. Reálisabbnak látom azt, hogy inkább a Ferrari-t még talán a negyedik helyen még elkaphatjuk, de az tényleg jó eredményeket kell hoznunk. McLaren az már azért húzósabb. Jó dolog lenne, elérnénk a dobogó harmadik fokát, de így, hogy szinte csak egyedül hozza a pontokat, ez nagyon kicsi az esélyre. Alfa Tauri 6, Alpine 7, Aston Martin csak a 8. Igazából az Alpintól meg az Aston Martintól többet vártam volna. Mind a kettőnél egy tapasztalt világbajnok van, ugye Alonso és Vettel által. Nem tudjuk, hogy ez mennyire befolyásolja, de nagyon nem egy jó szezon futnak sajnos idén ez a két csapat. Sokkal több pontot várnék tőlük. Alfa Romeo 9. a 9 pontjával, és a Williamsnek és a Haasnak nincsen egyedül pontocskája. Szép estét, Lays, ciao ciao. Itt lehet látni, hogy hogyan is alakult az elmúlt 15 forduló. Sikerült három dobogós helyezést elérni Kanadában és Ausztriában, ráadásul a dobogó legfelső fokára tudtam felállni, és Franciában volt egy harmadik helyem, plusz még Angliában volt egy második hely. Tehát voltak azért szép eredmények, utána azért dobogóra nem tudtunk felállni, de azért legalább a pontocskákat valamilyen szinten megszereztük. Jó. Hogy is igazából így állunk rivalizálás téren, Ricardo a riválisunk, jelenleg 16-11-el vezetünk. Bízunk benne, hogy hozni a több pontot. Na nézzük Szingapúrt. Eső. Pff.
Időmérőn nem lesz meg versenyen eső, de a szalad edzésen sajnos igen. Tehát... Hát jó. Hát mindegy, megpróbáljuk így megoldani a feladatokat, mert ugye a harmadik izében nem akarom elvinni. A harmadik practicing, mert ott ugye jobban kopnak a alkatrészek. Jó. Persze ilyenkor nem ad fuel, mi a fenét. They told you about the new parts that have come in from the factory. Well, they're all fitted and good to go. I hope they do the trick. É. Hát, Isten igazából, track acclimation-nál megyünk, aztán lesz, amilyen lesz. Stuff. You pretty much nailed this circuit. This is a real. Szia, Victorious. Ciao, ciao. Really strong foundation to build from over the weekend. Is eső, akkor nálad is eső volt, jó van. Igen. Végig eső lesz. Hi, nem állítottam ezért. Na majd... Eve 90-esre kell beállítanom a... az AI-t. Nekem szerencsére se időmérőn, se versenyen nem lesz eső. Áll az égnek.
Hát itt végig lesz eső sajnos, hogy kell mennünk résztratégire is. Okay, we need a few solid laps here to help us calculate a good race strategy. Igen, lehet tényleg jobban járok, mint most itt szarakodni. Úgyhogy résztrategit meg a izét, azt megcsináljuk. Hát nem mutat eső, csak nem akartam koptatni, tudod, a izét. Mert a harmadikba koptatja a váltót is, a versenyváltót, meg a többi dolgot. Hát ezt nem lehet tudni így, mikor lesz, hogy lesz. No, hát annyit csinálunk, hogy a settingsbe, de lehet, hogy 89, 89. Így. Hát a... Legyen a résztratégi. Majd az is. Nem akartam quick practice-ezni, mert... Go to track. Többnyire motor és megbízhatóság. Tereket kapunk. Ó, medium meg soft. Hát akkor nagyon jó. De nem recommend, igen. You weren't quite good enough that lap. Try again.
Mibe fogadjunk a sérült a szárnya? We've had to spend time repair. Szia Bartó és Csöcső. Annyira nem tartozik a kedvenceim közé. Was no good. We needed to improve on that. Jó. Az a baj, túl gyenge a motor már, szerintem. Azért nem tudok mindent. Egy két szoftom van, ez nagyon szép. Ó, édes Isten. Okay, this
This is a quali sim. We've estimated the times our closest rivals will be doing, so that's what we need to beat. Jó, ez felejtős. Okay. Hát igen, ezért volt rossz, hogy erre a harmadikra tartalékoltuk, mert nem tudjunk Big Practice-t nyomni, ugye. Most pontokat fogunk veszíteni fejlesztésileg. Ritája sem értelme erőltetni sajnos ilyen motorral. Ó, azt hittem. The session has drawn to a close, so let's review our top three. Schwarzman egész jót ment. Hát igen, ez most nagyon kakkantyú lett. Na nem baj. Átrakjuk a motorba a dolgokat. Ugye itt is 62, 63, 49, tehát... Kontroll elektronik az nálam is eléggé vagyika. És azért is megbontom a kis söröcskémet. Kedves egészségetekre. Esetleg, hogy így. 6. Engine fired, we're set. Szia, Tomi. Egyszer köszöntél, nem? De szia még egyszer.
Úgyhogy lelassítok, hogy... Előttem azért elmenjenek. There's only one lap of fuel remaining. Megint erős az AI. Azért hamarabb átveszi a irányítást. Bobról nagyon szépen köszönöm a támogatást, és Skin Joe pedig nagyon szépen köszönöm a feliratkozásodat. Üdv közöttük, érezd jól magad, még egyszer nagyon szépen köszönöm a támogatásodat, király vagy. Öt tizedebbe simán van? Hát nem tudom. Valahogy nem érzem olyan jól az autót. Ezért lett volna jó ugye setupolni normálisan, de hát ugye esőben nehéz. És
most igazából 38 alá kéne menni. Na ne szórakozz. És kiestem így. Hát beszarás ez a játék, tényleg bazdmeg. Hogy ennyire szoros legyen. Hát akkor kiestünk. Mondjak erre. Good day today. Let's have your take on it. You won't be starting at the front of the pack. Are you worried? Do you have any comments about this team? Great. Well, that's everything. Ez feltétlen fontos volt interjút adnom. Na hát akkor nem lesz egyszerű a dolog. Sőt, nagyon nagy adok azon, hogy berendelek alkatrészeket még. Legyen bőven. Tough luck there. It's not quite where we'd want to be on the grid, but chin up, it's not the end of the world. Gearbox-a, mi a helyzet? Abból is berendelő, mindebből berendelő, nem szarazó gyerekek. Ez az jó való. Ja, mindegy. Na, csak egy ilyen nap sajnos úgy látszik. Against the spectacular backdrop of the Singapore skyline, Formula One returns once again to do battle in what tends to become something of an endurance race, with the notorious sauna-like temperatures in the cockpit making for an extremely physically challenging Grand Prix. We're here at the Marina Bay Street Circuit today, located in the heart of Singapore. The circuit consists of 23 corners, 13 to the left and 10 to the right. It's a track that's incredible. Nem volt sose egyébként annyira kedvencem a Szingapúr. El vagyok rajta, nem arról van szó, de... It's race day yet again, and joining me for a chat... Kicsit olyan, mint a... Ant, our racers are setting in for a rough day today. What will you be watching for as they go down into turn one? Well, the start of the race is always one of the most nerve-wracking parts. You have to hope that everyone is able to get off to a clean start, and this is possibly the trickiest part of the entire race. Végig jó, hogy péntek van, és nem is péntek 13. Hát igen, Skin Joe, még egyszer köszönöm a feliratkozást. Hát igyekszem, igyekszem. Nem volt jó napom, az a bajom, de őszintén nyűgös napom volt. Meg most mondanék még dolgokat, de nem mondok, mert... Na, Leclerc megszerezte a... Egy ezreddel kapott ki, Hamilton. Norris, Ricardo, Fernando Alonso, and Pierre Gasly, Vettel, Stroll, Kimi Raikkonen, and Giovinazzi. Midas, they'll be starting further back after an earlier grid penalty. Tsunoda, George Russell, and Mick Schumacher. Ocon, they've taken a grid penalty. Schwartzman, Latifi, and Nikita Mazepin. And with preparations almost complete, let's head down to the track. Nem magánügy. Ez így mondhatnám, de nem mondom, mert belefáradtam már, hogy itt
magyarázkodok, megmondom dolgokat. Ami legyen viszont, ebben kérek tanácsot, hogy próbáljuk meg hárdal. Neked is véged le Q1-ben, hát akkor üdv a klubban. Nem tudom. Egy kiállással megpróbálkozzunk. Arra igen, Lévis. Mondanám, de tudom, hogy úgyis valamilyen szinten nem lennének egyetértések, már megszoktam ezt, hogy bármit mondok, véleményezek, bármilyen stílusban, az mindig szar. Hát túl lassú lenne. Médiummal elindulni esetleg? Megnézzük így. Ki mivel rajta? Nézzük. Medium, medium, soft medium, sok a medium. Igazából mindenki medium, tehát hardos nincs is. Isten igazából... Az a baj, hogy én mindig azt veszem észre, hogy... valahogy... minden basztatás nélkül... Akkor valamit én leírok egy véleményt, vagy mondok egy véleményt, valahogy nem látunk a dolgok mögé. Nem értjük meg, hogy miért mondhatom azt, amit mondhatok. Most igazából arról van szó, hogy most megy ez a Dying Light 2 őrület, ez a nagy hype-olás, és én megmondom őszintén, én már kurvára meguntam a zombis témát, kategóriát, tök mindegy. És uram, bocsássa meg, én a GameStar oldalnak a Facebook oldalán kiraktam egy kommentet, mert hogy hát nem lettek túl jók az értékelések. És igazából leírtam azt, hogy megmondom őszintén, én nagyon az első csöpörgette végig, így is igazából miért foglalkozzak az értékelésekkel, mert ugye mindenki egyből írta, hogy most mit foglalkozunk az értékelésekkel. Ezért mondtam, hogy én ezzel foglalkozok az értékelésekkel. Nagyon az elsővel se játszottam, meg megmondom őszintén, már kezd unalmas lenni ez a zombi téma. De mondom, akinek ez tetszik, vagy minden alak jó játékot kívánok hozzá. Aránylag ez úgy pozitív fogadtatásra lehet is egyébként. Voltak ilyen érdekes megmagyarázások, hogy azért választják többnyire mindig a zombis témát a fejlesztők, mert hogy abban nem tud senki se úgy belekötni. Tehát nincs úgymond ilyen zombik szakszervezete, meg ilyen ez a transzneműség, meg amik mostanában mennek ilyen hülyeségek, és hogy azokban nem tudna belekötni minden témába, és hogy egyszerű az AI, meg mit tudom én, le lett írva, és az elég sokan egyetértettek. Én nem értek ezzel egyet, megmondom őszintén, nem tudom, hogy miért nehezebb lenne mondjuk egy olyan
játékot csinálni, akár sztoris módjába, hogy ott egy kísértet legyen, egy démon, egy jumpscare-esebb, ijesztő, nagyobb parafaktorú játék, mint az, hogy mész a elhagyatott városba, és Isten igazából fröcsögő, hörgő zombik vesznek körül. Én ezektől, megmondom őszintén, nem fosok, nem félek. Na mindegy, és itt volt egy srác, aki elkezdte leírni, hogy hát nem is értem, hogy miért fikázzuk azt a játékot, amikor az lehet egy jó játék, azért, mert neked nem tetszik, és mert nem játszottál az elsővel, meg mit tudom én, tehát olyan úgy állt belém a srác, hogy én csak így pislogtam. Mi az, hogy fikázok? Ebben mi volt a fikázás? És akkor úgy ráadásul megláttam, hogy a srác milyen idős, és megmondom őszintén, nekem érzékeny pontom azt. Én erre ugrok, erre harapok. Hogyha nálam jóval fiatalabb gyerek osztja az észt nekem. Nekem ne osszad az észt. Ne osszad. Főleg így ne. Meghallgatok én mindenkit, meghallgatom mindenkinek a véleményét, de nekem ne osszad az észt. Fiatalabb vagy, add meg a tiszteletet. Tehát én nem érdekel ki mit gondol, a tisztelet jár mindig az idősebbnek. Kész. Leszarom, hogy ki mit gondol erről. És ezt csak azért mondom, mert attól, mert te interneten vagy, ne engedd már el magadat, és akkor te beszólsz mindenkinek, és tök mindegy, te Istennek képzeled magad. Mert ezt a stílust te fölveszed, ez neked természetessé válik, élőben meg te elkezdesz valakivel ugyanúgy vitatkozni, beszólogatsz, meg kóstolgatod, meg minden, és lehet egy olyan világot élünk, hogy megfogja, és azt fogja mondani, na ide figyelj, kisöcsém. Vegyél vissza az arcodból, mert úgy nyakon baszlak, hogy csak kifejeled az valat. Mert ilyen a magyar. És akkor a srác meg még magára is vette, mert én ugye aztán így visszapendírítettem, hogy nem azért a két fillérért, 4 év híján, 30 év óta, tehát 30 év alatt kibaszott sok zombis játék jelent meg. És hát ne arra úgy, hogy már unom már a témát. Tehát jó, oké, nekem is anno 10 évesen, 15 évesen, akkor jöttek a Resident Evil-ek, az Alone in the Dark-ok, mit tudom én, micsodák még, a Doom-ok, meg Wolfenstein-ek, ugye azok is tele vannak ilyen zombi szarokkal. Persze, fasza volt, tök jó henteltél, meg fiatalon röhögtél rajta, mint a hülye gyerek. De... Ne, és akkor utána elkezdi mondani, hogy lesű, üzé, hogy is mondta, hogy te már személyeskedsz. Én személyeskedtem? Mivel személyeskedtem? És utána ő írja, hogy kicsi az IQ-d, meg vénember, meg mit tudom én. Olyan szintbe átment a gyerek, hogy szívem szerint... Hát kimondom, ami a szívemen van a szám, vagy ami szám az a szívemen ilyen téren. Hogy a benti gyári robotokkal basztám fejbe. Tehát ami van ilyen megfúj, hogy a fejét megfúj, és akkor leszenek egy zombi, ehetnék az agyadat, ne hülye gyerek. Tehát azért tudjuk már, hogy hol a helyed, baszd meg. Ha interneten vagy, ha izével. Ha nem, ha személyesen. Nem sértettem az IQ-dat, nem sértettem a stílusodat, még mondtam is azt, hogyha valakinek ez tetszik, egészségére jó játékot hozzá. Nem azt írtam le, hogy szarjáték, fos, már unom, meg izé van, meg stb. És akkor erre föl meg én vagyok a fasz, mert nem mertem írni, hogy kicsit unom már a zombis témát 30 éve. Hát ne szórakozzunk már. A GameStar oldala tele van gyerekkel. Képtelenség velük kultúrált módon vitatkozni. A vitázó képességük kimerül a személyeskedésben. Ez a generáció degeneráció, a DL2-ről AAA címet kiadtak egy okádék grafikájáték mechanikai módosításokkal. A vásárló kirablása. A tesz nagyon szépen köszönöm a 100 bitet.
Én nem akarom minősíteni egyébként a... mit írtál? Bocsi, Milo, csak valamiért... Valamit nem tudom, mit írtál be. Valami olyan szó van beleírva. Kurva anyázás, ugye ez be van állítva a mobotnak, hogy a kurva anyát beírja valaki, akkor azt már tiltja is kifele. Erős a szűrő. Bocsi. De olvasom, látom, amit írtál. Igen, igen, károm. Tudod, a baj, a trollok bejönnek. Van ilyen, és akkor én beguntam. Tehát neked ne kurva anyázani senki. Igazából... Lehet azért is jobban bánt ez a ilyen dolog, mert nem ez az első eset. Csak tudjátok, az, ami bánt az egészben, hogy a múltkor láttam egy cikket, és akkor, ja, hogy a Skyrimbe, hogy még nem jön az új Elder Scrolls játék, addig minden nap a srác valami leggyűlöltebb NPC-t a Skyrimben megöl. Erre föl kiír, odaírja valaki a kommentbe Facebookon, hogy én meg napi szinten gulázok, kérek erről is egy cikket. És érdekes, erre nem jött semmilyen izé, hogy hát ez most feltétlen fontos volt ideírnod. Mert mindig ezt kapom meg, hogy miért bánt téged ez, miért kellett akkor ezt neked ideír, és utána a Facebook oldalamon az egyik ilyen helyi emberke, aki a cégnél egyszer meglátott, ezt azt hittem, hogy szinte a nyakamba ugrik, ő is elkezdett valamilyen szinten osztani, hogy ez ilyen faszmutogatás volt, meg így, meg úgy, meg hogy nem értem, hogy akkor egyáltalán, ha tényleg nem értesz vele a dolgokon, minek írsz hozzá, bazd meg. Tehát itt lehet írni nekem, ahogy F1-ezek, hogy miért használsz szamárvezetőt, miért csak 90-es AI-jal játszol, stb. Nekem ezeket lehet írni, de én, ha kultúráltan, vagy akár nem kultúráltan, de igyekszem kultúráltan vélemény nyilvánítani, mert azért, mert megírtam azt, hogy unom a zombis témát, de azért jó játékot kívánok, hát ne ragudjatok, de szerintem ez egy kultúrált dolog volt. De én kérek elnézést, hogy mertem egy ilyen dolgot leírni, de az tök természetes, hogy valaki poénból beírja azt, hogy én meg háromszor kulázok egy nap, erről is kérek cikket, és megkapja a 15-20 röhögő imótot. Hát köszönöm, nagyon fasz a világot élünk tényleg. Egy Thanos kesztyűt én is el tudnék így fogadni, és remélem értető a célzás. Tehát... És ezzel azért mondom, igazából azért is egy az, hogy biztos a napom miatt is, mert kettő az, hogy nem érzem jogosnak akkor is, hogy ez ennyire egy fiatal által be lett itt támadva, és akkor még ő van utána fölháborodva, ő jampizik nekem. Hát ne haragudjatok, ez, én egy az, hogy így lettem valamilyen szinten nevelve, meg alapból is ezt így tartom életszerűnek, hogy nekem egy 20 éves, ne ugasson be, se interneten, se élőbe se. Nem érdekel, hogy ez nem tetszik valakinek, de nekem ne ugasson be. Főleg ilyen stílusban ne. Mert erre élőbe is ugrok. És volt már olyan, akire azért úgy rászóltam melóhelyen, és akkor behúzta fölé farkát, és aztán végül ő jött oda, hogy jó, bocs, nem úgy akartam, mert mit tudom én. Csak na, rossz napom volt. És akkor megmondtad neki, hogy persze, mindenkinek van rossz napja, de azért haver, tudjad már, hol van a helyed. Én már itt dolgozok akár 10 éve, te most jöttél fél éve, ne pofázzál. Tiszteljed az idősebbet, tiszteljed az izéket, mert magaddal fogsz kibaszni, mert nem fogok segíteni, azt ott baszd meg magadattal vagy. És akkor szarul fogsz dolgozni, nem fog menni a dolog, és akkor fogod, majd a főnök meg lebasz téged, hogy miért vagy balfasz. Holott lehet, hogy tudnék neked segíteni. De ilyen bukó vagy már kezdetén, újoncként, fiatalként, az idősebbel, akkor ne csodálkozzál, hogy egy, nem segítene, kettő meg úgy pofán basztak, hogy háromszor megpöröksz a saját tengelyed körül. Na, ezzel van a bajom. És elég szomorú, hogy ilyen elkunyarált, elfosott, degenerált világot élünk. És nyilván tisztelt a kivételnek. Mert ott van Ákos például, 20 éves, de mégse... olyan stílusba adja elő. Volt már vitánk ilyen téren, amiben nem értettünk egyet, de értelmesen meg tudtuk beszélni.
Meg itt is volt biztos a cseten olyan ember, akinek lehet, hogy nem volt egyforma a véleménye, de meg tudtuk beszélni. Nem pedig azért, mert én fanboy vagyok, stb. Stb. Jaj, mert igenis jó, attól, mert neked nem tetszik, attól lehet jó játék. Persze, hogy lehet jó játék. Ez ugyanaz, hogy ott van a Days Gone, azt is sokan szeretik, de pont a zombis fassága miatt valahogy engem nem érdekel. De ezt ugyanúgy mondhatom valakinek, ott van például ez a játék, itt van ez is, itt van ez a játék, ezt is valaki hülyére dicséri. Mert neki ez jó. Tehát azért mondom, hogy itt nem arról van szó, hogy mi a jó játék és mi a nem jó játék, hanem hogy adod elő. Haver, én 38 vagyok. Mi megtanultok még, mi az a tisztelet? Így van. Már az iskolban oviban belénk verték, ha kellett. Így van. A mai kamasz kap egy fülest és rendőrségen jelenti a tanárt. Komolyan mit vársz ezektől a taknyoktól? Vannak normális kölykök, de 80-90%-a a fiataságnak ilyen. Igen. Ez teljesen ilyen, sajnos. Na, nekem ezzel volt így bajom. És ez tudjátok jól, nem először fordult már elő, hogy mi van, és akkor mégis utána azt látom, hogy többnyire inkább a fiatalabbat érti meg a többség, és még ő mögébe állnak, hogy hát még szépen neki volt igaza, te voltál ilyen bukó, személyeskedtél vele. Miért? Azért, mert azt mondtam, hogy unom már a izét. Meg utána azért egy kicsit úgy lejjebb vittem, hogy azért nekem nem, mert azt láttam egyből fröcsögött nyállal, hogy ne fikázod már azt a játékot, nem, á, meg izé. És azért írtam neki, hogy jó, van már haver, nem kell leszedni attól a fejemet. Na mindegy, azért én most már kicsit úgy lehet egy időre úgy háttérbe maradok az ilyen véleménynyilvánítással, mert már én már ebbe is belefáradtam ilyen téren. Akkor már mondom, ilyen téren ezért már undorodok az emberektől is, hogy tényleg nem lehet semmit sem mondani, neki lehet mondani. Ugye mindig én megkapom, neked nem lehet semmit sem mondani. Lehet nekem mondani, bazd meg. Csak nem mindegy, hogy milyen stílusba adod elő. Meg érveld meg normálisan, hogy mi van. Ne csak egy csőlátásba menjél, hanem lássad azt is, hogy miért mondom azt, amit mondok. Tetszik érteni? És nem tudna a véleményt és fikázás között különbséget tenni. Igen. Hát nem érdekli persze. Hogy én mondtam is az asszonynak, hogy egyébként ebben az évben még elő fognak ilyen dolgok történni, én úgy le fogom törölni magam a Facebookról, mint a kurva isten fasza. Ez hódzier. És akkor nem lesz Mike oldal, se semmilyen oldal, nem leszek Facebookon, mert egy okádék egy oldal, hogy itt írta valaki is, hogy tényleg egyébként ezek a Facebook oldalakkal felesleges lenni. Ostobábbnál ostobább cikkek vannak, ostobábbnál ostobább emberek írnak, okoskodnak, jampíznak. Nem, tehát felesleges, full felesleges tényleg. Jó, na, stratégia be van állítva, lágyal indulunk, aztán meglátjuk, hogy lesz, most már versenyezzünk. 22 rajthelyes büntetést kaptam, komponens csere miatt. Na, mert rájöttem egyébként, a mai világnak nem szabad magyarázkodni. Hülyének nézik mindig az embert. És ezt sajnos életbe is veszük észre. Mert meló eljön is. Hiába elkezdesz magyarázni, szépen elmondod, hogy szerinted miért gondol, nem. Te leszel a hülye. Hogy ők 15. Mazepin meg 22.
Én már alapból 15. lettem volna, csak mivel komponenscsere volt, ezért... Ha. Az sose baj, hogy egy filmet hülyére fikáznak, mert jaj, unják már, unják a Michael Bay, mert mindig robbongatnak a filmekben, meg mit tudom én, a többi ilyen izéket előadják. Ezt érdekes, ezt meg szabad mondani. Az unalmas. De az, hogy már nem tudom, hanyadik zombi filmek, meg játékok jönnek elő, az nem unalmas. Mindegy. Úgy-úgy, Bartolix. Úgy-úgy, igen. Igen, beszóltál a diszkóba valaki olyannak, az részeg volt, ha nem volt részeg. Oda ment, ez nyakon baszott. Ezt mehettél haza sírdogálni anyádnak. Na ez az, ami ma nincs meg. A fiatal próbál neked beszólni. Szétbaszod a fején a sörös üveget, akkor vagy csak pislog, mint halaszatyorba. Na nézzük. Reméljük, hogy egy jó versenyünk lesz. Most mire várunk amúgy? Hol van mellőlem az autó? Hol a 21. helyezett? Na, ilyenkor mi van? Ilyenkor mi van? Elment plusz egy felvezetőre? Gazoli. What the fuck? Mióta van benne ez a bug? Szia Leo egyébként! Ez egy tizedet hozta, de jó nekünk!
Most döntsd el akkor, hogy merre mész akkor. This lab, we can use DRS when you are within 1 second of the car ahead and in the DRS zone. To P16. Hát az el sem nem nagyon termelődik itt sem.
You made it look easy. Kicsit rosszul vettük be ezt a kagyart. Jó a fék. Hopp. We're increasing our gap on the car behind by around a second a lap. Giovinazzinak elfogytak a gumiai, mert ő lágyon van. Jönnek befele. Check your MFD for a new strategy option. Keep current. Got that confirmed.
A kettő Aston Martin médiumon van. Nice move. Good job. Úszká. We're approaching the pit window. You'll be on the hard. Front is 4.5 seconds. There appears to be an issue. We're currently investigating. Elfüstöl a motorom úgy, hogy vadi új alkatrészeket kértem. Én nem tudom, mit csinálok. Driver behind. Stroll behind. Our gap behind is 1.3 seconds. They're on old mediums. Their tires are 10 laps old. We think they've got two stops remaining. The time last lap was a 1 minute 45.0.
Örülök neki. De mi volt a hiba, azt már nem mondaná. Csak hogy hiba volt. Hát kíváncsi leszek a hádra. Nem kopottak a gumik egyébként. Nem megyünk még egy körre. Robert is in the pits. Robert in the pits. Mi pláne?
Vannak egy pár hárdon. Leclerc hárdot kapott egyébként, most látszódik is. Hát, ott ez már gyorsabb box is. Az eléggé hidegek a gumik. Is strong, but be aware your tires need to go the distance.
to car in front is 2.9 seconds. Ja, Pisti. Driver in front. Norris ahead. The gap to the car ahead is 3.4 seconds. They're on old mediums. Their tires are 10 laps old. We think they've got one more stop. The time last lap was a 1:43.2. You're falling back by 1/10 a lap. We'll make you foggy, aren't we? Front is 3.3 seconds. Top 10 now, keep it up. Some information on Vettel. They have some kind of mechanical problem. What happened? Let me know you're okay. Some information on Vettel. They're slowing down. It seems like there's some kind of problem with their car. Incident on track
resulting in loose debris. Fortunately, the marshals have managed to clear it up in time, and there are no plans for a safety car right now. Vehicle condition. No issues with tire wear for now. Keep taking care of them. Driver behind. Stroll is behind you. The gap is less than a second. They're on old mediums. Their tires are 7 laps old. We think they've got one more stop. The time last lap was a 1:43.6. Okay, gap ahead is 2.7 seconds. Schwartzman 12, és aztán nem félek, hogy ő még fog kijönni. Teammate status. We're leading our teammate by 11.6 seconds. They're on old mediums. They're in 12th. The time last lap was a 1:44.4. Vagy old mediumja van tehát. Mm-hmm.
mi a frász volt. Robert is coming in for his stop. Bíztam benne, hogy Schwarzman is ezébe lesz ugye egy kiállásba, de hát... Front is 8.8 seconds. Ja, de hát a... You're dropping a second a lap to the car behind, 1 second. Áj, pasz. Gap to the car ahead is 8.8 seconds. Az így megy tovább, akkor valószínűleg így hatodik helyen végezzük. Mi a 22. helyről meg egy jó. Nagyon jó helyezés.
hogy figyelnem kell, mert Ricardo azért valamennyire közelít. Páré, és mi történt emiatt annak? Hát... elfüstölt a motor. Safety car. Front is 9.3 seconds. There's 4 laps of fuel remaining. Teammate behind is 36.0 seconds. Hogy ő médiumon van, most nézem, hát akkor nem csodálom, hogy közelített rám. Nem hagyjuk könnyen magunkat.
We have 2 laps of fuel remaining. This is your final lap of the race. Gap ahead is 11.4 seconds. Hát ez így a végére izgalmas volt. És megkaptam a Driver of the Day-t. Király. És Leclerc megnyerte a szingapúri nagydíjat. Anthony Davidson, well done! I think that smart time management on track and very smooth driving definitely assisted in their victory today. That combination meant they got the absolute maximum out Science of their time. Science megbeoszt a harmadiknak. Hát persze, mert ott Hamilton kiesett. Looking at the podium, you can see that red suit familiar to fans across the globe. A world-class win. Hát ez a Ferrari verseny hétvégéje volt. Ferrari, do it again. Ami neki nem jön jól, de valahol örülök nekik. Láttam a ház autóját, nem néz ki rosszul szerintem. Én azt mondom legalábbis. Our championship leader is still sat at the top of the standings, but their rivals well have done. Some solid ground today. So, Anthony Davidson, who would you rank as your driver of the day? I have to give it to Midas. Hamilton kiesett, Mazepin 2 kört kapott, Schumacher 20. És hát Hamilton 4 kört kapott, de hát Schumacher 20, Latifi 19, Russell 18, Schwarzman 17, mégis a két Haas meg a Williams-et meg tudta előzni, Ocon 16, Vettel 15, nagyon visszaesett, Giovinazzi 14, Raikkonen 13, Stroll 12, Tsunoda 11, Norris 10, Alonso 9, Perez csak 8, Gasly 7, Ricardo 6, én 5, Verstappen 3, Sainz. Verstappen 4, Lenz 3, Bottas 2 és Leclerc 1. Reméljük, jó lenne a kis Schumi-nak azért egy több pozitívuma a dolgokban. No. Well done!
Jelenleg Verstappen 35 ponttal, kicsit csökkent az előnye Bottashoz képest. Vezeti még mindig a világbajnoki tabellát, Bottas a második, Perez a harmadik, Hamilton a negyedik, én vagyok az ötödik, Norris 6, Leclerc 7, Ricardo 8, Sainz 9 és Gasly a tizedik. Hát... Én nekem van egy olyan érzésem, hogy Hamilton Perez fog a harmadik helyért küzdeni, és Bottas Verstappen talán a világbajnoki címért, de majd kiderül. Red Bull 40 ponttal vezeti a konstruktőri tabellát, 492 ponttal, Mercedes a második, harmadik a McLaren. Hát most ez a Ferrari-nak jött, ez a dupla dobogó, ők a negyedikek, Pannonia Morris az ötödik, Alfa Tauri 6, Alpine 7, Aston Martin 8, Alfa Romeo 9, és Williams 100-nak még nincs pontja. Na nézzünk highlights-ot. Az elején úgy voltam vele, hogy jóval menjetek, kanyarodjatok. Meghagyom nektek a divakodást. És egy kamera volt ez. Megérkeztük a csapattársa Schwarzmannra. Igen, itt Verstappennál kicsit el... ...üzéltük az időt. Eltököltük, ott lehet, hogy kellett volna már... ...elengedni egyből. Már lehet ezért is jött rám jobban Ricardo. Hát igen. Seem to enjoy that. You made it look easy. You're surpassing all expectations. Can anything or anyone stop you? You had a close battle today, didn't you? Great. Well, that's everything. I have a kérdés meg volt. Három. Szoros azért. Hát jó, a kalanda is. Hát nekem 50 ezeret levannak. Ó. Azt mondta is levonta.
Our income is solid at the moment. We should start considering where we can look to invest the profit we're making back into the team. Itt. Benyomjuk, az jó, az is fel van fejlesztve. Meg legyen ez is. Haladjunk a gyár fejlesztésével. Onzor az is jó, úgy nézzük, de az majd ővel. Our new parts have completed without issue. They'll be on the car, ready for the next race weekend. A Ferrari is fejlesztett egy nagyot. Hát 75-ös lett. Hát már kiderül. Később mennyit fog fejlődni még. Ti fine io rating, yeah. Yo. No, jó van gyerekek, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok. Köszönöm szépen a
követést. Ott tesznek a biteket. Skin Joe-nak a feliratkozás, Bobrónak a bitet. És így nézem, hogy ott. Egy pár követés. Úgyhogy nagyon remélem, hogy jól éreztétek magatokat, és meghallgattatok. Ez a témával kapcsolatban. Ez vagyok én. Igazából mindig ezt tudom mondani, ha nem tetszik, akkor nem kell nézni, nem kell követni. Azt csókolom. Jó. Jó éjszakát kívánok mindenkinek. Holnap fogunk jelentkezni. Majd valószínűleg szelleműzéssel. Meg lehet, hogy FIFA is lesz. Úgyhogy... ja. Vagy lehet, hogy Forma 1, majd Ákossal. Nem tudom. Majd látjuk, hogy még hogy alakulnak a hétvégi dolgok. Jó. De mára ennyi volt. Jó éjszakát mindenkinek. Szevasztok, sziasztok!